A Sárospataki Református templom galériájában nyílt meg szeptember 20-án Mladonyicki Béla Munkácsi Plakett és Székely Bertalan díjas érem és szobrászművész volt pataki diák hagyatékából rendezett tárlat. A művész volt az alkotója annak a Comenius emlékéremnek, melyet a Magyar Comenius Társaság megbízásából készített. 17 évvel ezelőtt, szeptember 20-án, este 6:30-kor, ugyanígy együtt lehettünk, nem ugyanazok vannak ma jelen, de jelen volt viszont az alkotóművész Mladonyicki Béla, akinek most egy emlékkiállítása nyílik, és az özvegyével, Sárikával beszélgethetek. Tudom, hogy nehéz alkotói sors jutott neki, de miben tudta Sárika segíteni az ő küzdelmes alkotói munkáját? Én azt hiszem, hogy amit egy társ tud adni a másiknak, és különösen egy nehéz sorsú, de egyébként is alkatilag ilyen nehéz természetű embernek, mint Béla volt, abban, hogy mellé álltam, próbáltam mindenben mellette maradni, és mellette lenni, segíteni. Ebbe beleértve azt, hogy az alkotói munkájához minden területen, tehát a gipszöntéstől kezdve a munkaszerzésen át a sütői bányába való kőbeszerzés, válogatás, hazaszállítást, mindenben mellette voltam, illetve hát ilyen dolgokban tudtam neki úgy segíteni, hogy helyette én szerveztem meg a dolgokat, meg az adóhivatal felé, meg minden felé, ugye amit kellett, mindent lerendeztem. Ő neki az alkotás volt a feladata, és nem kellett benne sose csalódnom, mert volt, hogy hazamentem, és ragyogó új szoborral, vagy éremmel, vagy bármivel várt engem. Hogyan került az ismeretség Mladonyicki Béla szobrászművésszel? 1986-ban, amikor a Magyar Comenius Társaság megalakult, pályázatot hirdettünk, hogy a tagok jutalmazására szeretnénk, ha neves elismert művész érmet vagy plakettet készítene. Több mint 10-en, pontosan 14-en pályáztak, és az elnökség az övét választotta ki, ami ma is kiállításon is itt szerepel. Ez az érem fejezte ki legjobban Comeniusnak a cseh, magyar, nemzetközi voltát. Azóta ez az érem nagy elismerésnek örvend határainkon belül és túl, mert többek között a cseh köztársaság elnököt is kitüntettük már vele, aminek nagyon örült, és azt mondta, hogy élete legkedvesebb kitüntetését vette át a társaságtól. Milyen művésznek ismerte meg főigazgató úr Mladonyicki Bélát? Nehéz ember volt, egy sokat gondolkodó alkotó volt, küszködötte a körülötte levő világgal. Nehéz ember volt, de gondolkodó, és nagyon sok küzdelme volt az őt körülvevő világgal. Kezdve attól az itt gyermekkorától, amikor árván maradt, és akkor kereste a helyét idézőjelben a világban. Szerencsére Patak ebben neki nagy segítségével volt, mert ide a kollégiumba került, és felismerték a művészi tehetségét, és a tanárok azonnal azt mondták, hogy nem itt kell az érettségit megszereznie, hanem képzőművészeti iskolába, és így most ahonnan elindult a művészi tevékenységének, tehetségének a felfedezése, oda tért vissza, munkásságának egy jelentős része. Mikor megláttad ezt az anyagot, ami egy nagyon vegyes anyag a maga szakmai értelmében is, hiszen ugye érem van és szobrok vannak, és amellett még fotók is vannak, gondolom egy kicsit meglepődtél, hogy hogyan tudok én ebből egy egészséges, jó egyensúlyú kiállítást csinálni. Nehéz volt? Nem volt nehéz, mert a sokoldalúság ott bemutatni, az számomra mindig is öröm. Én magam is eléggé sokoldalú vagyok, úgyhogy nálam passzolt ez a kérdés. Inkább a nehézséget az okozta, ha okozta egyáltalán, hogy egy nem kiállító teremben, nem tipikusan kiállító teremben kellett létrehozni ezt a tálatot, és hát igazodni kellett a hely szelleméhez, de mondom, ez sem különösebben nehézség volt, csak ezt figyelembe kellett venni. Ugyanakkor az érmék és a plaketteknek az elhelyezése, a kiválogatása,
hiszen abból én nem is tudok most számszerűt mondani, rengeteg volt. Tehát azoknak a kiválogatása, elrendezése, hát az egy kicsit időbe tellett, de élvezetes is volt, mert ilyen munkákat kézben tartani a realista megoldású érméktől az egészen absztrakt érmékig, ez nagy élmény volt. Ha munkásságát kellene elemeznünk rövid idő alatt, mit lehetne mondani róla, melyik volt neki az erősebb oldala, a szobrászat, vagy pedig az éremművészet? Hát a szobrászat, az éremművészetben nagyon sokan bele menekültek, nagyon sokan kényszerhelyzetből művelték. Én most nem tudom pontosan megmondani, hogy nálam mi volt a helyzet, de voltak olyan időszakok, amikor művészek nem kaptak megrendeléseket, és akkor is kellett alkotniuk, és hát olyankor ezeket a kisebb méretű érméket, plaketteket agyakból, gipszből, ebből abból el tudták készíteni, hogy mégis alkotói folyamat az ne szenvedjen csorbát. Elhangzott ma is itt a megnyitón, hogy sokoldalú művész volt, kiváló éremművész volt, ezt a méltatója is, Bugány Ödön Gábor is, művészettörténész is annak idején leírta. De ugyanakkor szobra is évekre visszamenőleg is, ha tekinti az ember, maradandóak lesznek a jövő számára is. Mi foglalkoztatta őt igazán? Mi érdekelte? A természet, az emberi sors? Kimondottan az ember. Nagyon-nagyon szerette a legegyszerűbb emberektől kezdve a nagyságokig, a világra szóló nevekig, bárki szóba jött, és aki az útjába került, akár irodalmon, vagy bármilyen formába, de szerette azt, hogy beültünk egy kis kocsmába, és nézte az embereket, szerette azt, hogy kiment a piacra, és ott az asszonyokat, akik árultak, vagy hát ugye, amikor valami eszébe jutott, vagy valami irodalom a kezébe jutott, akkor annak az írónak, vagy másik alkotóművésznek a portréjával és sorsával foglalkozott. Hogyan jött az a gondolat, hogy a munkásságának egy szeletét megkapja Sárospatak? Ez tulajdonképpen úgy alakult, hogy a munkásságát ő... A saját kertünkbe szerettünk volna egy kis galériát fölépíteni, ha a sorsunk úgy alakul, hogy még él, és tudunk együtt maradni, és dolgozni, és anyagi lehetőséget hozzá teremteni. Hát ugye az élet beleszólt a tervek megvalósításában, ez nem sikerült, de mikor meghalt, akkor a két gyermeke kapta meg a hagyatéknak a komolyabb részét és a nagy részét. Én nálam azok maradtak, amik az én saját tulajdonomok voltak, vagy a családba a Béla ajándékozásából visszakerültek, és hát amik gipszbe vannak, meg törtek, vagy nem voltak egészségesek, azokat próbáltam egy kicsit rendbe hozni, vagy helyrehozni, és úgy gondoltam, hogy ezt, legalább ezt én megpróbálom úgy végleges helyre eljutatni, és Bélának mindene volt Sárospatak. És hát megkérdeztem akkor önöket, hogy elfogadják-e, és hát elég göröncsös és göcsörtös úton, de végre ide került, és remélem, hogy fogják szeretni. Sárospatak egyik olyan kiállító helye a Református Templom galériája, amely szintén befogadó hely is. Most egy olyan kiállításnak ad otthont, mely tulajdonképpen egy hagyaték, és ez a városnak a művészeti emlékeit fogja gyarapítani. Gondolom ez is ott volt a gondolatok között, amikor befogadták a kiállítást. Valóban ez a gesztus, amivel a család, az özvegy a műveket a városra hagyta, azért ajánlottuk fel szívesen ezt a helyet, mert ez az örökkévalóság háza, és egy ilyen ajándéknak kezdete van, de vége tulajdonképpen nincsen. Tehát ha a város hűséges ehhez az örökséghez, akkor örök. A Máté napi ünnephez kötődött a megnyitó, ami azért nagyszerű dolog érzésem szerint, hiszen a Máté név azt jelenti ajándék, Isten ajándéka. És ahogy az asszúbor
Szepsilackó Mátér emlékezésünkben az ő élettörténet egy ajándék, hogy az ajándékozásnak a ünnepnapján vehettük át a család ajándékát, és ezt szimbolikusnak érzem.